Sziasztok, Szalai Gábor vagyok, ti pedig a videoblogomat látjátok. December közepe van, és ahogy láthatjátok is körülöttem, a Tisza erősen zajlik, nagyon jegesedik. Egy-két napon belül biztos, hogy teljesen be fog állni, és ezzel véget is ér a folyóvízi horgászat idénre. Hát eltelt egy újabb esztendő, és én ahogy tavaly is tettem, idén is összevágtam nektek egy szilveszteri különkiadást. Az idén készült nyersanyagokból válogattam össze néhány vicces jelenetet. Remélem tetszeni fog nektek, nézzétek meg! Megy? Már rég. Nem tudom, milyen felvételek lesznek ebből egyébként. Semmi nem látszik belőle. De nagyon f***a ez az út. Már láttunk néhány kérést. Kisörre! Helga, mi ki van töltve? Ja. Milyen veszel? Azt hittem mondasz valami jót. Ja, nem. Don't go on your own. Mondjuk valamit? Mondja. Na, hát megérkeztünk a Tisza lebe. Szóval a körökbe. Tartsatok velünk ezúttal is. He. Nem mondasz valami okosat? Mondja. A tavalyi évben is csináltunk egy olyan adást, ami egy horgász kirándulás, egybekötött nyaralásos. Megy. Megy. Ahogy említettem is a bevezetőben. Megy. Ahogy említettem. Valamint plastikcsalikat használtunk még offset horgokkal. Igazából kétféle plastikcsalit használtam. Az egyik még nincs elővéve. Ez utóbbi esetben viszont arra is... Jó, mondom tovább. Ez utóbbi... De hát te miért rögsz rajta? Vagy piti csaburaska fejjel. Jó. Mi? Na jó. Lehet, hogy neked van igazad, mert ez így hogy kap bele a jégbe, hogyha erre feláll az égre. Azért mondom, hogy... A legalapvetőbb dolognál elakadtunk. Vízhez kéne jutni. Tehát A verzió így, vagy B verzió így. Na? Wow.
Miért nincs ez valami leírás? De. Végül is 15 halat sikerült fognunk Manóval, ami jól hangzik, viszont az halak elosztása az számra nem volt túl szerencsés, hiszen Manó fogott 9-et, én pedig csak 5-öt. A halak többsége balin volt. Mi? Micsoda? Ez 14. Mi, mit mondtam? 15 halat fogtunk. Azt mondom, hogy 15 halat. Hát, ha mondasz valami jó vicceset, de hát nem akartál. Ott a bor. Ott a bor. Ott. Azt fogjuk már meginni. De jó, ott van. A jó helyettünk amúgy. Tea, meg bor. Iced tea, meg bor. Kaja? Hát az nincs. Hát ennyi fér bele ebbe az áradásba, ahogy mondtam. Remélem, hogy tetszett azért így is az adás nektek. Ha igen, akkor... Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hogy nehogy lemaradkozzatok a... Éjszaka fáradtam videót csinálni. És jó éjszakát magamnak. Egy picit pocakos a törtöharcsa. Nem nagyon. Belenyúltál. Jézus Mária. Kritikai észrevételt tenni. Tetszik, nem tetszik. Úgyis az lesz, hiába tetszik, nem tetszik. Na és akkor most jött el a... Mi? A jégzajlás. Akarsz vele fotózkodni? Lehet én se. Ennek mi eszem? Mi? Jaj. Rá is harapott a kö... Nézd már, milyen agresszív, ráharap az ujjamra. Nézd már, látod, és hogy harapdálja? Kis fie. Hogy itt nem áll kint egy... Tára ment? Ez is milyen kemény hely. Hát tényleg nagy csend van. Sziasztok, Szalai Gábor vagyok, ez pedig a videoblogom 17. adása. ahogy azt a tavalyi évben is tettem, idén is összevágtam nektek egy... nekivettük a jégnek. No hát ez lett volna a szilveszteri különkiadás, de még mielőtt elköszönnék tőletek, szeretnék valamit megmutatni. Az egyik kedves diákom készített egy rövid videó intrót, az én adásaimból vágott össze egy rövid intrót, amit én szeretnék felhasználni a 2017-es adások elé, mint ilyen videoblog intrót, vagy főcímet, ha úgy tetszik. Ezt nézzétek meg íme.
Hát ennyi fért bele ebbe az adásba. Remélem tetszett, és okoztam néhány vidám pillanatot nektek. Én szeretném megköszönni az egész éves figyelmeteket, azt, hogy kommenteltetek, hogy értékeltetek, hogy hozzászóltatok a videoblogokhoz, valamint, hogy sokan Facebookon is kerestetek, üzenetet írtatok. Én szerintem mindenkinek igyekeztem legjobb tudásom szerint válaszolni, valamint a kritikákat meghallgatni és megfogadni. Tartsátok meg jó szokásatokat, és tartsatok velem 2017-ben is, és nézzétek a videókat, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és ne felejtsetek el kommentelni, hozzászólni, kritikákat megfogalmazni, hogy ezáltal is jobb, egyre jobb és jobb adások születhessenek meg jövőre is. Köszönöm a figyelmeteket, boldog új évet kívánok, sziasztok!